Kistarcsa és Kerepes összefogásával, az Európai Unió és az állam 1 milliárdos támogatásával hamarosan jelentősen javul mindkét településen az ivóvíz minősége. A Szilasmenti Ivóvíz Minőség Javító Önkormányzati Társulás a beruházás jelenlegi állásáról október 2-án Kistarcsán tájékoztatta a sajtó képviselőit. A sajtótájékoztatón Kistarcsa várost képviselve részt vett Solymosi Sándor polgármester, ifjabb Juhász István alpolgármester, a társulás alelnöke, Zsiák Péter önkormányzati képviselő, a társulás elnöke, és Tóth Miklós, a Vianova közmű és útépítő ZRT, mint beruházó cég igazgatója. Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, a beruházás körülbelül 60%-ánál tartunk, de a leglényegesebb az önök szempontjából az, hogy a lakosság számára kellemetlen útbontások és egyéb munkálatok bevégződtek. A későbbiekben pedig a telephelyen a víztisztító berendezésnek a beépítése, majd azt követően próbaüzem, és remélhetőleg valamikor a jövő év tavasza környékén a projekt lezárására kerül sor. A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a várost kiszolgáló közös vízmű által szolgáltatott ivóvíz, ammónium és nitrát tartalma meghaladta az elfogadott határértéket. Az ANTS az elmúlt években végzett ellenőrzései is ezt támasztották alá. Ezért megoldást kellett találni a problémára. 2011-ben jött létre Kistarcsa és Kerepes társulása a cél érdekében. A sikeres pályázat eredményeképpen a 100%-os támogatást elnyert projekt nettó összköltsége meghaladja az 1,1 milliárd forintot. Az új Széchenyi terv keretében az Európai Unió közel 1 milliárdos és a magyar állam mintegy 250 millió forintos támogatásával indulhatott el a beruházás. A KEOP társulási projekt ünnepélyes alapkőletételére 2013. november 8-án került sor, a befejezést 2015. márciusára tervezik. Tóth Miklós, a Vianova közmű és útépítő ZRT igazgatója elmondta, hogy szeptember végéig 60%-os a készültsége a beruházásnak, részben megtörtént a kutak felújítása és hálózatba csatlakoztatása, 10 kút, 10 000 folyóméter új vezetéképítése, valamint új kezelőépület létesült, 150 darab tolózárat és 85 darab tűzcsapot cseréltek ki, megtörtént az Eperjesi lakótelepen a teljes hálózat karbantartása, még az idén felújítják a vízműtelep épületét, egyben bővítik a kiszolgáló létesítményeket, megkezdik a vízhálózat tisztítását. A beruházásnak három alappillére van, az egyik a vezetéképítés, ezen kívül a második a vízműtelepen lévő fejlesztések, ami egyrészt egy vízműtelepi épületet foglal magába technológiai térre és ügyféltérre, valamint a rekonstrukciós feladatok, melynek keretében közel 150 helyen történt tolózár tűzcsere, valamint így összességében 230-240 helyet érintett a két településen ezek a pontszerűnek nevezett beavatkozások. A továbbiakban, amit tapasztalni, illetve amit látni lehet majd, az a vízműtelep második ütemének az építése, magának az ügyfértérnek, a szociális blokknak. Az első ütem, a technológiai tér, az gyakorlatilag elkészült, és a technológiai berendezések egy része már leszállításra került, illetve a vezetéképítések, a kútösszekötő vezetéképítések befejezése van még előttünk. Remélhetőleg ezeket is belátható időn belül el tudjuk végezni, és egy hasonló sajtótájékoztató keretében tudjuk önöket tájékoztatni arról, hogy ezek is megvalósultak, illetve ezt követően pedig a próbaüzem megindulhat. A kivitelezési munkálatokról, a friss információkról bővebben az önkormányzatok honlapjain, valamint a társulás www.szilasmentiivóvíz.hu weboldalán, illetve a Régió Plusz Televízió képújságján olvashatnak.